Mindenki ostromra készül az ukrán fővárosban. Ahogy egyre közeledik a több mint 60 kilométer hosszan Kijev felé vonuló orosz haderő, úgy jelennek meg a lövészárkok, emelkednek barikádok, gyűlnek a homokzsákok és az ezrével gyártott molotov koktélok a kihalt utcákon. A hadsereget rengeteg önkéntes támogatja. Azok is fegyvert fogtak, akikről sem más, sem ők maguk nem gondolták volna soha, hogy képesek ilyesmire. Olekszij Goncsarenko például parlamenti képviselő. Azt mondja, az ukrán parlament nem csak arra szolgál, hogy ott ügyekről szavazzon az ember. Ha úgy hozza az élet, meg is kell védeni, akár fegyverrel is. Az embernek joga van szavazni, joga van a demokráciához. Ez meg itt? Hát igen, ez egy kalasnyikov, teszi hozzá. Ha az oroszok betörnek a városba, megteszem, ami tőlem telik. Ez valószínűleg nem lesz sok, de sokan vagyunk, több tízezren. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha ezek beteszik a lábukat ide, a pokol vár rájuk. Elintézzük nekik, hogy megjárják a poklot, az biztos, mondja. És miközben várnak, van idejük, hogy felfessék az orosz invázió kezdete óta szlogenné vált pár szót mindenhova. Mostanra ezzel találkoznak az orosz katonák mindenütt, az egész országban. Volodymyr Tkachov is jelentkezett a védelmi erők területi egységébe, és azt mondja, hogy most minden egyes ukrán ezt mondja az oroszoknak, hogy húzzatok a szálljatok le rólunk, mert legyőzhetetlenek vagyunk. És ő meg is van győződve erről, mert látja, hogy hányan jelentkeztek a védelmi erőkhöz. Ez mostanra a hadsereg részévé vált, mondta. Ukrajna a világ legjobb országa. Éljen Ukrajna! Slava Ukraini! A falra pontosan azt a mondatot festette, amit a Kígyósziget helyőrsége válaszolt az orosz hadihajó megadásra felszólító üzenetére.